Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, ahol is a Szent György Egyetemi Oktatókórház orvosait mutatjuk be önöknek. Vendégem Hagymási László, osztályvezető főorvos, tisztelte, köszöntöm. Köszönöm a nézőket. Rendhagyó módon egy Hayes Ledger Oscar díjas ausztrál színész gondolatával hadd kezdjem. Az ember végignéz egy szülést, és sok minden megvilágosodik előtte, mondja ő. Miért és hogyan kompenzálnak túl mindent a férfiak a szervezett társadalmakban, a szüntelen versengéssel, háborúskodással, sztereoidokkal? Hogy miért járnak annyian konditermekbe? Azért, mert kemények és erősek akarunk lenni, pedig egyáltalán nem vagyunk azok. Keressük a módját, hogyan lehetnénk olyan erősek, mint a nők, hogy felvessük velük a versenyt. Az a 9 hónap megtanított az alázatra, mondja ő. Nos, ennek tükrében azt hiszem, ez egy játékos megfogalmazása mindannak, amit örök csodának, a gyermekszületésnek nevezünk. Nos, viszont akkor beszéljünk önről. A hivatásválasztás meghatározza mindenkinek az életét. Ön miért és hogyan gondolta úgy a középiskolában, hogy az orvosi hivatás lesz az önné? Hát ez eléggé messzire kell mennem, mert középiskolában igazából nem is készültem orvosnak. Több szabály is érdekelt, eléggé változatos volt az elképzelésem, hogy mi szeretnék lenni. Akartam egy építészmérnök, szerettem volna később jogász lenni. Pont az orvosi pálya az, ami kevésbé tudtam elképzelni, mert gyerekkoromban mindig féltem a vértől, és akkor valahogy mindig az volt bennem, hogy ez nekem nem fog menni ez a pálya. Amikor egész kicsi gyerek voltam, akkor édesanyám néha beteges volt, és akkor megfordult bennem, hogy azért leszek orvos, hogy őt meggyógyítsam. Ez az egész gyermekkoromban fogalmazódott meg. De később az életemben már az érettségi közeletével egy olyan változás történt 17 évesen, ami ebbe az irányba orientált végül. Ugyanis erről nem nagyon szoktam beszélni, de 17 éves koromban, negyedikes gimnazista koromban egy olyan betegség keletkezett, olyan betegség alakult ki, nem, ami 2 évig tartott. Tehát ez a 2 év, ez nagyon meghatározta az életemet, és a 2 éven keresztül szinte bezárva, folyamatosan egészségügyben kiszolgáltatva voltam kórháztól kórházban, és éreztem, hogy mit jelent az, hogy fekve, betegen, várni, hogy jönnek az orvosok vizitelni, és ők majd meggyógyítanak engem, akik ott fölém tornyosultak, vagy kiszolgáltatva a nővéreknek a segítségének. És akkor fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy akkor talán ezt a kiszolgáltatottságot kellene megszüntetni, tehát hogyha én leszek orvos, akkor én hogyan tudnék segíteni azokon az embereken, akik majd ott feküdnek, fekszenek és várják a segítséget az orvosoktól. És ezért döntöttem úgy végül, hogy nem jogi pályára, hanem orvosi pályára jelentkeztem, ami hát sikerült, és hát utána vezetett az út ide, ahol most tartom. Tehát egy sorsdöntő időszak volt ez az életében. Amire a mai napig is mindig visszaemlékszem. Mi mindent lehetett? Voltak-e olyan professzorai, akik segítettek abban, vagy illetve hatottak önre abban az értelemben, hogy amikor szakirányt kellett választania? Hát igen, az egyetemen, én Debrecen Orvostudományi Egyetemen jártam, és a Debrecen Orvostudományi Egyetemen hát a Lampé professzor volt, aki az intézet vezetője volt, és amikor vele kapcsolatba kerültem, az meghatározta azt, hogy én ezt a pályát fogom választani. Tehát számomra sok mindent nyújtott az ő hozzáállása a szakmához, és mi negyedéves orvostanhallgatók voltunk, amikor először kezdtünk megismerkedni a szülészettel, és akkor gondoltam azt, hogy ez a pálya olyan szertágazó, amiben talán többet tudok nyújtani saját magamból. Mindig bennem volt az, hogy manuális pályán szeretnék valahogy mozogni. A sebészet az túl egyoldalúnak éreztem, és a szülészet mellett ott a nőgyászat, ott a meddőség kérdése, ott van a daganatsebészet, ott van a várandós gondozás, endokrinológia, tehát egy olyan széleskörű spektrum ölel magába, és úgy gondolom, hogy nagy kihívás, és hát annak egyik legnagyobb része viszont a szülészkedés. Melyik volt az első pillanat, amit már immáron szakorvosként megélt, amelyik meghatározó a pályáján? Hiszen azt hiszem, hogy a pályakezdés ebben az értelemben a szakirányt elkezdeni az egy különleges dolog. Hát én a hagyományos módon kezdtem egy megyei kórházban dolgozni, majd később kerültem a Budapesti Egyeszámú Szülészeti Klinikára a tudományos fokozatot megszerezni. De elkezdtem foglalkozni egy olyan témával, amit úgy nevezünk, hogy családközpontú szülészetnek neveztem én annak idején, és amikor bevontuk az apukákat
behívtuk a szülőszobára, és megtörtént az együttszülés a szülőszobán, és kidolgoztam egy vertikális szülésnek a módszereit, amikor szülőszéken lehet szülni az apuka, édesanyja az apuka segítségével. És amikor az első ilyen szülést vezettem le, akkor a szülőszéken ült az édesanyja, hátra mögött egy széken az édesapa, és amikor megszületett az újszülött, a nagy feszültség után az ölébe helyeztük az édesanyának a gyermeket, aki felsírt a szülés pillanatába, és amikor átálltuk az ölébe, és az édesapa is átölelte hátulról, akkor egy csend, templomi csend alakult ki a szülőszobán, és mindjárt hallgattunk, és utána pedig egy sírás tört ki a házaspárból, a gyermekével együtt. És ez egy olyan pillanat volt az életemben, ami talán mai napig is végigkísér, és ilyen pillanatokat szerettem volna, és szeretnék azóta is a szülőnőknek, a pároknak, a családoknak szerezni. Tehát ez megerősítést jelentett mindenképpen. Az évezred utolsó esztendejében a PhD is jött. Melyek voltak az alapvetései ennek a dolgozatnak, hiszen ez nagyon-nagyon fontos egy orvos életében? Hát én már 80-as évektől kezdtem el foglalkozni a természetes szülészetnek a megbevezetésével Magyarországon. 1986-ban Debrecenben volt egy kurzus, ami az akkori főnököm, a Gál professzor elküldött engem, amely a szülésre felkészítés, természetes szüléssel kapcsolatos kérdéseket beszélték meg ezen az egyhetes továbbképzésen, abból a célból, hogy Magyarországon meghonosodjon a természetes szülészet. Hisz addig egy olyan dehumanizált szülészet volt. Addig a szülőszobákon, egy szülőszobán több ágyon vajuttak a kismamák, egymás mellett szültek. Az édesapák ki voltak rekesztve a szülőszobáról. Az újszülötteket, úgynevezett centrális újszülöttellátás működött, kivitték ilyen kis kocsikba, és három óránként hozták vissza szoptatni. És én a pályám kezdetén ilyen szülészeti ellátást vettem részt, ezt gyakoroltam, mikor még leszakvizsgáztam, és később a 80-as években volt lehetőségem megismerni ezeket az új elmélet elveket, a szülésre felkészítés programokat, az otthon, az együttszülés, az édesapákat bevonni a szülés folyamatába, a vajudás folyamatába, és a gyermeket, az újszülöttet pedig folyamatosan együtt tartani az újszülöttet az édesanyával, azon a már szülőszobán, majd a gyermekágyas osztályon, és az ugye Truminginás kórtermekbe. És amikor részt vettem ezen a továbbképzésen, ott már egy páran ezzel foglalkoztak, akkor én mondtam, hogy én még ezzel nem foglalkoztam, de hogyha ez meg tudtok győzni, hogy ez jó dolog, akkor én is fogok ezzel foglalkozni. Így is történt. Tehát annyira meggyőztek ezzel az egy hét alatt, hogy utána kidolgoztam egy modellt Borsod megyébe, és utána az egész programot kidolgoztam, hogy hogyan lehetne ezt Magyarországon egységesen csinálni. Tehát nem csak frakcionáltam, hogy volt, ahol csak szülésre felkészítést csináltak, volt, ahol csak együttszülést csináltak, volt, ahol csak a rooming-in rendszert próbálták megvalósítani, és én ezt az egészet egy modell formájában elneveztem családközpontú szülészetnek, aminek minden folyamatát végig kell csinálni az, hogy tökéletesen működjön. És amikor ezt megvalósítottam, és ebbe az alternatív szüléseket is, a szülőszékes szülés, vertikális szülés bevenni, amikor ezt a programot megvalósítottam, és leközöltem magyar és külföldi cikkekben, akkor úgy gondoltam, hogy először nem is egy tudományos munkát szeretnék írni, hanem egy könyvet. Igen. Mert a tudományos munkát, azt dolgozatot csak kevesen olvassák el, kevesen félnek hozzá. Mondták, hogy hát csinálja a dolgozatot. Nem mondom, én először egy könyvet szeretnék írni, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a program, hogy hogyan kellene csinálni, és így született meg az a könyv, amit 1994-ben került kiadásra, az a neve Családközpontú Szülészet, amiben végig leírtam a szülésre felkészítés programjának a lehetőségeit, az alternatív a szülésen, az nyitott szülőszoba, együtt szülés, alternatív szülés gyakorlatát, illetve gyermekedes ellátásnak, a korai anyagyermek kötődés és a rumingines szobáknak a módszerét, és később ezt tovább vittem, és a tudományos dolgozatomnak is az volt a címe, hogy a családközpontú szülészetnek a megvalósításának a lehetőségei Magyarországon. Mert az volt a célom, hogy ne csak a saját osztályomon, nem csak a saját vármegyémben, hanem az egész országban ez minél szélesebb körbe megvalósuljon. Tehát ez egy küldetés mindenképpen. Hát valahogy ez kialakult bennem talán ez az igény, hogy ezt, tehát én amikor ezzel elkezdtem foglalni, kicsit naívan, talán így mindig azt mondtam, amikor megismertem, hogy egy olyan forradalmi változáson megy keresztül a szülészet ma a világon, mint annak idején Semmelweis idejében. Amikor Semmelweis volt egy óriási változás, amikor aszepszis, antiszepszis bevezették, és megmentette az anyukákat.
és akkor viszont nagyon a higiénikus rendszabályokat nagyon oda kellett figyelni. Most viszont megváltozott a helyzet. Meg betartani az antiszeptikus, a higiénikus rendszabályokat, de ugyanakkor nyitottá tenni a szülőszobát, természetessé tenni ezt a folyamatot, ez mindig is természetes folyamat volt, de hozzá megteremteni a kórházi biztonságot. És ha kettőt együtt, ha meg tudjuk valósítani, akkor egy csodálatos élményt tudunk nyújtani. Minden esetre ez a könyv mindenképpen rendkívüli segítség a fiatal pároknak. Ezt magam is tapasztalom, anélkül, hogy fiatal pár lennék, hiszen a világhálón megnéztem, rendkívüli az érdeklődés a mai napig is a kötet iránt. Nagyon sok kiadó foglalkozik ezzel, és tehát nézem, lehet vásárolni természetesen, és majd meg is mutatjuk te, hiszen hozott egyet, hála Istennek. Viszont amikor arról beszéltem, hogy tudatos, tehát elindult egy olyan úton, ami már előrevetítette, hiszen tudjuk, hogy felgyorsult a világ, nem is kicsit nagyon. És ez azt jelenti, hogy megváltoztunk mi is, megváltoztak a női szerepek bizonyos értelemben, hiszen az egyéni karrier, az egzisztencia változásainál ugyanúgy elérte a hölgyeket is. Ezért aztán változnia kellett annak a módszernek, annak a hatásnak, amit egy nőgyógyász, szülész nőgyógyász rábírhatja a gyermeket váró családokat, hogy egy kicsit másként gondolják. Beszéljünk erről, mi minden változott, milyen nehézségekkel kellett önöknek megküzdenie? Hát az elején nagyon nehéz volt megvalósítani a programot, hisz voltak, akik mellette voltak, voltak, akik ellenlábasok voltak. Közben kezdjük az együttszüléssel. Tehát amíg ezt el nem kezdtük a 80-as években Magyarországon, akkor az édesapa nem ki volt tiltva a szülőszobájól. De a várandós gondozáson se vett részt. Tehát a szülés az úgy volt, hogy a szülőnő a hölgyeknek a privilégiuma. Az apukák, mint az idézetben is megkötött, azok régen kivonták magukat ebből a folyamatból, és amikor volt a szülés, akkor kint várakoztak idegesen, akik az olyan történik, megkapták, megmondták, hogy megszületett az úszőt, azt elment a kocsmába, vagy boldogan megünnepelni, megint ráhagyta a feleségére az egész folyamatot. És amikor az első együttszüléseket elkezdtük tervezni Magyarországon, és az apukákat, ezt föl kellett készíteni, tehát nem úgy volt csak beesni a szülőszobára, erre a folyamatra föl kell készülni, már a várandóság alatt, a szülésre, és az anyasága, a szoptatása, és az apukákkal együtt. És egy ilyen szülésre felkészítő programokat kezdtünk el szervezni, hogy ez hogy is fog működni. És amikor eljöttek erre az apukák, egy páran eleinte, és akkor kérdeztük, hogy hát hogy fognak segíteni, hogy kerültek ide. Legtöbben azt mondták, hogy hát mindenki ellenezte. Az anyósa azt mondta, hogy nehogy neked az semmi közöd. A barátai azt mondták, hogy hát mit fogsz te ott csinálni? Milyen fogsz tudni segíteni? Tehát mindenkinek egy teljesen idegen dolog volt. És szinte, hogy lasszóval kell behozni őket a szülőszobára, meggyőzni, hogy nem egy kíváncsiságként kell bejönni a szülőszobára, hanem igenis fölkészülten, aktívan tud segíteni a feleségének, a párjának a vajudás alatt, sőt a kitolási szakban is. És utána meg együtt örülhetnek annak a pillanatban, amikor újszülött megszületik és egy családdá válnak. És ezek az együttszülés után rendkívül megváltozott a hozzáállás az édesapáknak a feleségükhöz, a várandósághoz, a szüléshez, a gyermekágyás időszakhoz, és valóban családdá váltak, és otthon is sokkal aktívabban tudtak készülni ebbe a folyamatba. Ez egy hosszú, szintén mondhatnám évtizedes folyamat alakult ki, és az első nehéz lépések után ma már ott tartunk, hogy 95-96%-ban az apukák, a hozzátartozók ott vannak az együtt a szülőszobán, a szülőnőkkel. Sőt, ha nem tudnánk őket beengedni, dörömbölnek, hogy engem tessenek beengedni. Itt volt a Covid-járvány, amikor az elején, a Covid-járvány idején pont volt, amikor lezárásra került a szülőszobánk, mert átalakítottuk egy pont a családbarát pályázat keretén belül, és nem voltak meg a biztonságos feltételek, hogy az apukákat beengedjük, hát óriási támadásnak voltunk kitéve. Egész az ombudsmanig tettek feljelentést nekünk, hogy hát hogy nem engedjük be az apukákat a szülőszobára. Tehát óriási változáson ment keresztül ez valami. Ennek nagyon örülünk, de természetesen megfelelő medelbe kell tudnunk ezt tartani. A család nyilvánvaló a gyermekkel teljes, úgy nevezhetjük családnak. Ugyanakkor korán sem mindegy, hogy mikor születik meg az a gyermek. Ma már, amikor arról beszélünk, hogy a 21. században elsődleges a karrierépítés a hölgyek esetében is,
milyen nehézségeket ró a nőgyógyászra, szülészre, hiszen egyre inkább kitolódik. Igen. Jó néhányan, csak 30-31 néhány esztendősen vállalnak gyermeket, mert addig karriert építenek. Igen, hát sajnos ez egy folyamat, nem csak Magyarországon, a világon is. Amikor én fiatal szakorvosként kezdtem a pályámat, akkor az átlag életkor 25 év volt. Sőt, mondhatnánk azt, hogy aki már 26 éves korban szült, az idős elsőszülőnek neveztük. Általában azok szültek, akik egyetemet végeztek, azok is szült 25-26 évesen. Az átlag szülőnők azok 18-20 évesen szültek. És ez volt egy természetes folyamat. Hisz azért biológiailag az a jó, hogyha egy szülőnő minél fiatalabban szül, nem túl fiatalon természetesen, de egy átlagban 24-25 éves átlag életkor. Ekkor egészségesebb a szervezet. Természetesen szövődményventesebben lehet a várandóságot kihordani, és a vajudás és a szülés folyamata is természetesebb és zökkenőmentesebb. Nincsenek alapbetegségek még. Ezzel szemben az elmúlt évtizedekben mintegy 10 évvel megnőtt a szülőnőknek az átlag életkora. Ma 35 év körül, 33-35 év között van. Ez azt jelenti, hogy van, aki fiatalabb, de van, aki 40 éves, vagy 42 éves, sőt, még 45 évesen is vannak, akik szülnek. Ez milyen kockázatokat jelent? Ez óriási kockázatot jelent. Tehát ez folyamatosan az azt jelenti, hogy a szülőnők, akik elérnek ebbe a korba, már eleve valamilyen betegséget hordozhatnak. Van egy részük természetesen, akik egészséges, de már nagyon sok nem a magas vérnyomás, hipertónia már megjelenik. Van, akiknek gyakrabban jön a cukorbetegség, már megjelenik. Más betegségek is előfordulnak, amelyek a szívérendszeri betegségek, amelyek a terhesség alatt a keletű kockázatot növelik. A terhesség amúgy is egy más állapot, amikor minden megváltozik. És ez, ha egy egészséges szervezetet terhelünk, ugye a terhesség valamilyen szinten terheli a szülőnőt, akkor nincs probléma, de ha már eleve terhelt, betegesebb, betegebb hölgy vállalja a terhességet, annak a kockázata és ezáltal a terhességnek a szövődményei azok hatványzottan jelentkezhetnek, és ez egy plusz feladatot ró a várandós gondozásra is, és hát szülészeti ellátásra is. Az esélyek is csökkennek nyilván. A teherbeesés esélye is csökken, ezáltal a meddőházas párok is száma emelkedik folyamatosan Magyarországon, és ezért egy nagy külön kérdés ez, egy téma, hogy a meddőségnek a kivizsgálása, a kezelése, és hogy az eredmények felmutatása. Hát itt az IVL, a Lombik Plébi program, a mesterséges megtermékés program nagyon kiszélesedett a világon, mindegy, így Magyarországon is. Ez a szerencse, mert különben ezek a párok kevésbé tudnának már tájába esni. Ugye ez már családpolitikai kérdés, hogy a egy-egy kormányzat miként támogatja a gyermekszülést, de én azt gondolom, hogy viszonylag jó úton járunk. Viszont mennyire terjedt el a mesterségesen fogantatás? Hát az már egy természetes dolog Magyarországon, hogy ez működik, és a kapacitás folyamatosan bővíteni kell, sajnos az igény miatt, és a párok kénytelenek vállalni, mert nincs más lehetőség. Hát az eredménye az pedig hát a boldog családdá válás folyamata, úgyhogy van, aki két terhességet is vállal ilyen módon. A szülészeti ellátásban bizonyos kockázat emelkedik, de igazából ez nem jelent különösebb kockázatot, hogy ki milyen formában esett elbe. Az elmúlt időszakban nagy ünnep volt számunkra a Szent György Kórház osztályán, nem különben, hogy a kormány támogatásnak köszönhetően megújulhatott az a 200 millió forintos támogatás és a rooming in rendszerű gyermekágyas szobák. Azt hiszem, hogy most már valóban olyan szintet képviselnek, amit ön is megálmodott és csak üdvözölni tud. Hát igen, nagyon szerencsésnek mondhatom magamat. Már több mint 20 éve dolgozom itt Székesfehérváron, és vezetem a szülészeti osztályt, és több átalakuláson is végig tudtam kalauzolni, hisz amikor idejöttem, ezt követően pár évvel, 2003-ban került átadása az új szülészeti osztály, az új szülészeti gyermekosztállyal karöltve, ahol már nagyon megvalósult a családközpontú szülészeti szemléletnek a gyakorlati lehetőségei. 4 darab egyágyas szülőszobát tudtunk kialakítani a császármetszéses műtővel együtt, obszervációs lehetőségekkel, és a gyermekágyas részlegen pedig a 24 órás rooming-ines szobákat, ami az édesanyja úgy, hogy folyamatosan együtt tud lenni a gyermekágyas időszakban a
a gyermekével a szülészeti osztályon, és ezáltal kiteljesedett a családkörű szülészet Székesfehérváron olyan szinten, hogy örömünkkel 2018-ban a észszülészeti osztályt elnyertük, sőt 2015-ben az úszőt és csecsemőosztályra karöltve Baba Barát Kórház címet is megkaptuk, amit a WHO alapított annak idején. Tehát nagyon jól haladtunk. És nagy szerencse, hogy 2019-ben, tehát 18-ban a kormány is úgy gondolta, hogy a szülészeti osztályoknak alkalmassá kell tenni széles körbe Magyarországon, hogy személyileg és tárgyi feltételekben is alkalmas legyen ennek az új szemléletnek a teljes kiszélesedésére. Ezért az egy családbarát pályázatot hozott létre a szülészet, a kormányzat, mintegy 10 milliárd forintot különítettek el, és két év alatt pályázat formájában a szülészeti osztályok megpályázhattak rá. És a mi osztályunk is pályázott rá 2019-ben, és mintegy 200 millió forintot nyertünk, és ebből az addig is már szerintem jól működő szülészeti osztályunk a teljes szülőszoba felújítását meg tudtuk oldani, illetve a gyermekelős szobáknak is egy részét. Tehát valóban, hogy elhangzott, az álmaink is mondhatnám megvalósultak, hisz olyan szülőszobákat tudtunk megvalósítani, családias, megfelelő meghitt butorzattal kialakítani. Most már nem 4 szülőszobánk van, hanem 5 szülőszobánk, ugye egy családi szülőszoba van, az 5. szülőszobában vajudó medencét tudtunk elhelyezni, egyik szülőszobában szülőszékes szülésre van lehetőség, és mindegyik szülőszobában a hozzátartozó apukák nagyon kulturált körülmények tudnak részt venni a szülésnél. Tehát nem túlzottan azt mondom, hogy szinte magánklinika szintű szülészeti szülőszobai ellátás, és a gyermekágyas szobákban pedig egy-két ágyas szobákat hoztunk létre fürdőszobákkal, ahol ha kell, az édesapa is ott tud lenni a Covid-járvány után, majd a gyermekágyas szobákban a szülés után az édesanyjával, ami hotel szintűek ezek a szobák. Úgyhogy sokszor meg is kérdezik a most már a szülőnök, akik megjönnek, hogy ezek VIP szobák, ezért fizetni kell? Hát nem kell fizetni érte, hisz ez hozzátartozik a szolgáltatásunkhoz, hisz a kormány által állami támogatásban tudtuk megvalósítani ilyen szinten a szülőszobáknak az ellátását és ezért a szülészeti ellátásunkat. Hát, tehát ez egy nagyon jó út mindenképpen. Nagyon büszkék vagyunk. Ennek tükrében mennyire népszerű ma a szülész-nőgyógyász szakirány? Hiszen azt tudjuk, hogy a Szent György Kórházban egy remek csapat dolgozik az ön irányítása alatt. Hát a szülészeti szakma valamikor rendkívül népszerű volt, és hát sokszor sorba kellett állni az orvosoknak, hogy bekerüljenek egy ilyen pályára, egy osztályra. Ma ezt nem mondhatom el. Az utóbbi évtizedekben csökkent az érdeklődés a szülészeti szakma iránt, főleg a férfiak részéről, inkább a nők érdeklődnek iránta, és ráadásul Magyarországon nem egyenletes a szülési szakorvosoknak az ellátottsága. Vannak intézetek, mi például most jól állunk, hisz az osztályunkon mintegy 27 orvos dolgozik most, de vannak kisebb kórházak, ahol alig találnak szülész orvost, sőt nem tudnak felállni ügyeletet ellátni. Ezért a biztonságos szülészeti ellátást nem tudják megvalósítani, úgyhogy ebbe a közeljövőbe lényeg struktúrátalakítás tervez a kormányzat is, hogy hogyan tudják megoldani, hogy bizonyos szinten ugyanazt megkapják a szülészeti ellátást a kisebb kórházakban is, de ugyanakkor centralizáltan a magas szintű ellátást tudjuk biztosítani megyei intézetekben. 2019-ben ünnepelt a 400. évfordulát a Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság, itt Fehérváron volt ez a konferencia. Ott az előadásokon nyilván elhangzott, hogy milyen további lépések várhatók a szülészetben, nőgyógyászatban, a családpolitikában, illetve a családközpontú szülészetben. Ez segít egy ilyen találkozó? Hát ez nagyon segít, hisz ez a Magyar Pszichoszomatikus Szülészet Nőgyógyászati Társaság 1992-ben alakult, és hát az alapítók között ott voltam. Azért hoztuk létre ezt a társaságot, pont ezt a gondolatot, a folyamatot, amit annak idején elindítottunk, ez a természetes szülészet, családközi szülészet, ez koordinálta Magyarországon, szervezte a különböző továbbképzéseket, szervezte a különböző szülésznőknek, gyógytornászoknak, orvosoknak, hogy minél szélesebb körbe
elsajátítsák ezt a gyakorlatot, és mindenütt tudják végezni. És évről évre szerveztük a különböző kongresszusokat. Tehát mondhatnám, hogy ez a társaság, ez egyik motorja volt Magyarországon az elmúlt 25 évben, meg a folyamatnak a kiszerelésedésének, és most ezért ünnepeltük itt a 25 éves jubileumot. Pontosan azért, hogy összegezzük mindazokat a folyamatokat, eddig megvalósítottunk, és meghatározzuk, hogy hogyan menjünk tovább. Vagyis nyilván, mint ahogy probléma volt a struktúrában, hisz nem voltak alkalmasak a szülészeti osztályok ennek a gyakorlatai megvalósításáról, hogy olyan szülőszobákat kell létrehozni, hogy azok alkalmasak legyenek az együtt szülésre, az alternatív szülésre, és ez nagy hál' Istennek a kormány ezzel a programmal most már támogatta. A másik folyamat, hogy olyan szakmai irányelveket kell megvalósítani, ami egyértelműen teszi, hogy hogyan lehet és hogyan kell a szakmailag belevezetni ezeket a szüléseket, hogyan kell a várandós gondozást végezni, hogyan kell a gyermekkedés időszakot mondani. És ez is megszületett most már olyan szakmai irányelv, amihez mindenki tudja tartani magát. És most következő lépés, hogy valóban ez működjön is. Tehát valamit megálmodunk és csinálunk, azért mindenütt az országban, kiskórházban, nagykórházban, egyetemen mindenütt működjön, mert hiába, hogy 25 évet lát, vagy mint 30 év elkezdtünk ezzel foglalkozni, mégis vannak intézetek, ahol kevésbé tudják ezt megvalósítani, vagy a személyi ellátottság miatt, vagy a tárgyi feltételek miatt, vagy valami esetleg más. Ezért folyamatosan kell dolgoznunk, hogy ez jól működjön, és hogy az szülőnők, a családok elégedetten pozitív szülés élménnyel távozzanak a szülészeti osztályokkal, hogy szívesen térjenek vissza később is a következő szülése, és ezek széles nagy családok szülessenek Magyarországon. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Egy szülésznőgyógyász főorvos számára nyilván a legnagyobb öröm és a legnagyobb siker, amikor felsír a gyermek, örül édesanyja, édesapa, nagyszülők és mindenki. Ugyanakkor mennyit jelentenek az ön számára az elismerések? Hát nem azért csinálom, amit csinálok. Tehát én nem is gondoltam valamikor, hogy ez elismerés jár, hanem azért, hogy az elismerés számomra a szülőnőknek az elismerése. Tehát a családoknak az elismerése, amikor tényleg könnyes szemekkel köszönik meg azt, hogy milyen csodálatos volt az egész folyamat, amint részt vettek. Vannak pillanatok, amit ezzel kezdtük az elején, amit nem felejtek el. Az első szülésre felkészítő programot, amit megszerveztünk, 5 házaspár volt, és amikor mentem a szülőszoba fele, a folyosón megállított egy fiatalember, soha nem felejtem el, meg nem ma történt az a folyamat, hogy doktor úr, beindult, megérkeztünk, kezdjük. Tehát az elismerés, hogy amit addig fölkészültünk, mint egy olimpiára készültünk volna fel, és most már menjünk be a szülőszobára, és akkor csináljuk mindazt meg, amit arra felkészültünk. Ez számomra mai napig is bennem maradt, és ezek azok, amiért érdemes csinálni, úgy gondolom. Az, hogy esetleg más elismeréseket, hogy közben kap az ember, vagy nem, az már úgy érzem a másodrendű dolog, úgyhogy a szülőnők, a családok elismerése az a számomra legfontosabb. Jól, Sur, köszönöm, hogy megtisztelt, és további sok-sok édesanyja mosolyát kívánom önnek, és a férjekét, és mindenkiét, és a gyermekekét. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Hagymási László főorvos volt. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra.